Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket a könyvtárlat 8. évadának első estjén. Ahogy az általános nagy meghívóból láthatták, ebben az évadban azt a 6 estet, amelyre hívjuk Önöket, az emlékhelyeknek, elsősorban az irodalmi emlékhelyeknek szenteljük, és a Kárpát-medencei vízrajz keretében fogjuk, vagy a köré szerveződve fogjuk megtenni, vagyis néhány neves Kárpát-medencei folyó, illetve hát a magyar tenger lesz a hívószó. Úgyhogy ezzel rögtön át is térek a mai estre, amely a Fürettől Keszthelyig címet viseli, de általánosságban lesz szó mindenről, ami a Balatonhoz, irodalomhoz köthető, és talán még azon túl is sok minden másról. Dede Franciska vagyok, a Nemzeti Könyvtár tudományos titkára, és mielőtt bemutatnám a mai est vendégeit, van egy tisztem, amelyhez majd tudományos igazgató úr Boka László fog segíteni, vagy hát ő fogja a nyertest kihúzni. Bizonyára, akik többször jönnek, tudják, hogy minden évadban meghirdetünk egy olyan játékot, hogy az egész évad szórólapját, illetve minden est szórólapját lehet gyűjteni, és aki mindegyiket összegyűjti és beküldi nekünk, azok közül kisorsolunk természetesen könyvtár lévén könyvet, de nem mint a könyvtár, hanem mint a könyvkiadó könyveiből. Úgyhogy megkérem igazgató urat, aki egyben a kiadó vezetője is, hogy akkor az idei nyertest húzza ki a kalapból. Tisztelettel én is, hát ha itt van közöttünk a nyertesünk, úgy hívják, hogy Bogyó László. És akkor már csak az a tisztem a mai estére, hogy a 3 részből álló estünk első programpontját, a beszélgetést felkonferáljam. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Ambrus Lajos írót és Alexa Károly irodalomtörténészt. Mi is szeretettel köszöntünk mindenkit. A nevezetes Vasvármegyei, Kemenesaljai járásban fekvő Kies tájról, egész pontosan ennek egy kis apró faluskájáról, Ból, Egyházas hegyéről. Mind a ketten ott élünk. Én jobban, Karcsi kevésbé, de azért ő is elég komolyan. Én 30 évvel ezelőtt települtem oda, 2 laki életet élünk, mind a ketten, de én egyre inkább már Berzsenyinek a hívását érzem magamon, kicsit ironikusan és patétikusan fogalmazva, de hát Berzsenyi költészete ugye a legnagyobb magyar görög költő volt, ugye, ahogy Kerényi Károly nevezte őt, 1000 szállal kötődik ehhez a tájhoz, délnyugat géniuszához. Hamvas ezt megírta az 5 géniuszban, éppen azzal is kezdi a munkáját, a délnyugattal, ugye, amelyik egy kicsit ugye, a magyar mediterráneum, természetesen a Balaton is beletartozik. Maga Berzsenyi is sok szállal kötődik a mai beszélgetésünk tárgyához, a Balatonhoz. Ő maga ugye száműzöttként élte az életét, idézőjelbe téve persze ezt a száműzötten, Somogyban, és még hegyéről, de Somogyból is gyakran járt a Balaton környékére, és meg is írta azt a versét, ami most Karcsinak a kérése volt, hogy talán kezdjük is ezzel a mai beszélgetést, Berzsenyi Dániel a Balaton című művével. Én is köszöntenek. Hallaszik ez? Köszönök mindenkit. Azzal a másikban, ebben nincs benne a vers az első kiadásban, ugye? Tehát azzal a plusz otthonosság érzettel, hogy jöttem be egy nagyon kedves kislány, próbált eligazítani, hogy merre kell menni. Nem mondtam neki, de én a gimnázium utolsó éve óta tagja vagyok a Széchenyi Könyvtárnak. Ez pontosan 55 év.
ha belegondolunk. Tehát 55 év volt, azt lett már ilyen, talán valami emlékére nekem már itt, nem síremlék, de valami ilyen epitáfiumhoz hasonló megemlékezés. Ingyen járok majd, de jó ideje. Tehát ez nekem, ha az élő helyeimet nézném, akkor az első ötben benne van a Széchenyi könyvtár is, még a régi-régi épülettől kezdve. Ami szintén kapcsolat persze nyilván Dunántúlhoz, mert az alapító Széchenyi azért nem olyan nagy távolságban volt Kemenesaljától, meg a mi környékünktől. Valóban számunkra is Lajos talán kényszerből, vagy valami adottság folytán adódott a hely, meg a lehetőség került Kemenesaljára. Én azért bevan őszintén némi sznobériától sem mentesen. Sokszor voltunk Lajos napokon, és akkor hogy belekeveredik ebbe a teljesen szimplának látszó térbe és időbe, amit Kemenesaljának mondanak, és azt ember azt látja, hogy nem csak a benyomásai furcsák és nagyon szívmelegítők, hanem a kultúra is valahogy, mint a Berzsenytől Németh Lászlóig olyan emelkedett szavakkal beszél kerül a helyről, igazából nagy hegy nincsen, nagy víz nincsen, csak tudja az ördög, hogy milyen fajta génősz lakozik ott. És még egy megjegyzést tennék, ha már Berzsenyről szó volt, hogy még Hanvasról persze, ugye mindig emlegetjük itt a Kemenesaljai illetőségük ezt a gyönyörű leírását Kemenesaljáról Hanvasnak. Én azt mondtam, hogy szépen ma néztem most meg azt a kis rajzocskáját, ahol az öt magyar géniusz rajzolja le, ilyen vázlatszerű, és elég elnagyoltan a mester. És az a megdöbbentő, hogy a számára az alföld géniusza, az eléggé bekebelezi Dunántúlnak a jó részét is. És ráadásul azon a ponton válik el az alföldi géniusza a délnyugatitól, ahol a Berzsenyi szinte hónapról-hónapra áthalad, szekerezgetve, apjához menve, borszállítgatva, ügyes bajokat intézgetve. Szóval neki ez a kettősség, hogy a Kemenesalja, ugye azok a szépen beszélő, szép ruhás emberek laknak ugye tele falvakkal, és átmegyünk ott a Kis-Balaton környékén, a Mocsáron, és akkor jönnek ilyen morcos képű palik, szúros szemmel, egy rossz pripályt fejbe csapnak. Szóval neki ez a somogy, ez nem nagyon smakkot. Az olyan szépnál a Kemenesalja leírásai. És a Balaton, ugye hát, ha megengedik, ez azért érdekes ez a vers, nem is tudom pontosan mikor készült, elég fiatal volt még ő, mert a Balaton élménye, az egyik első megfogalmazása Csokonai mellett. Csak egy pár sort, ha elolvasnának, jellemző, hogy a Genfi tóval veti össze, hasonlítja össze, Matisonhoz szól verse ez a Berzsenynek. Jerte, mondja, ki a szép genfi tavat, és szép genfi virulmányt, oly eleven színnel festéd, és elátódnak ölében, a roppant Bernhard farain mulatni szerettél, jel nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja tükrőzetén reszket, és mikor a holdfénye alatt ég. Nézd a kék hegyeket, mind állnak sorba körülte, melyeken a nektárcsorog és az örömdalaz arsog, itt a meredek sziklák tetején sok régi erős vár, olmadozó falai lebeg a múlt hajdani képe, és az ítő a magyar előidőkről, a borról, és a tárnak a virulmányáról. Senki olyan szépen később sem beszél, mint ebben a fiatalkori kötetben sem megjelent versébe. Azért kértem Franciskát, hogy az első példányt szigorúan azzal, hogy vissza fogom adni neki, amikor elmegyünk innen. Mert az első kiadást. Nézik a körmet, nézik, hogy nincs, nem tűnik ez innen. Az embernek tényleg benne van akkor a zsigereiben az élmény, hogy hát igen, ez jó, hát persze tudjuk, hogy milyen svindlis kiadás volt ez, még belepiszkálgattak a kiadó, de azért akkor is ez Berzsenynek a keze van, benne van. Ami földinek, akinek a háza ott van a Lajostól pár lépésre, tőlünk is, amikor a kocsma és a templom után rögtön. Tehát útba esik. Te jössz. Igen. Azt hittem, hogy fel akarod olvasni a Keszthelyt is, mert ugye két verse van, amelyik így gyakorlatilag a Berzsenynek a Balatont valamilyen módon érinti, vagy komolyabban érinti, és ezzel rá is térnénk arra, hogy maga a poézis, tehát a költők hogyan, mint énekelik meg mondjuk a Balatont. Valóban az első komolyabb költő Csokonai után Berzsenyi, aki a Balatonról ír, és ebben is a másik, ebben a Keszthely című versében. De itt már ebben a versben már nem a svájci géniuszt szokott emlegetni, hanem egy helyi nagyférfiút, aki nála az egész Keszthely, ez nyilvánvaló most már a Helikonnak az utalványa, ez a Festeticsnek az alakja jelenik meg ebbe a versbe. Zárójel és anekdót, ugye maga Berzsenyi
úgy került el egyházas hegyéről, hogy az édesapjával, aki mondom, ilyen telekszomszédunk volt, hogy így mondjam, Bezsény Lajossal. Beleszólok, az egy kertednek a végében volt a régi temető. Német László ott keresgélte Berzsi apjának a csontjait. Tehát nézem azt a soha nem termő eperfámat, és azt mondom, hogy jó, hát nem terem semmit, de az alján ott lehetnek valami dolgok, amikhez jó kötődni. Igen, 36-ban Német László az egyetlen igazi nagy monográfus, vagy komoly monográfus, aki Berzsenyről írt, meg végigjárta a Berzsenyi biográfia színhelyet, így elkerült Egyházas hegyére, és rendkívül érdekes dolgokat ír. Ez a Berzsenyi című 37-ben megjelent kötete, azt gondolom, hogy talán a legerősebb, egyik legerősebb könyve Németh Lászlónak, és ennek a egészen páratlan, rejtőzködő magyar géniusznak a portréját rajzolja meg oly módon, hogy ezt azóta sem tudja kikerülni semmiféle szakirodalom. Vannak részletek, amivel természetesen már vitázni lehet, bukkantak föl új tények, de a lényeg az, hogy Berzsenyi tényleg onnan indul el, és nyilván biográfiai kényszer az, hogy az édesapjával, ezzel a bizonyos Bezsény Lajossal nem jött ki. Két dologra volt valójában büszke Berzsenyi életében talán, azt lehet mondani, de a legbüszkébb, ez a levelezéséből látszik, amit visszafelé írt apjának. Persze az édesapja meghal a francia háborúk után, tehát a napóleoni háborúk után hal meg, és eltemetik Hetyén, ezzel kihal a hetyei Berzsenyi ág, akkor már Somogyban él maga Dani uraság, és hát leveleznek nagyon röviden, de azért erősen egymásnak írnak levelet, és azzal dicsekszik, hát a családjával persze, de azzal, hogy amikor írja szigorú, mogorva, áll rigorózus apjának, hogy amikor Keszthelyre érkeztem a nagy festeticshez, akkor képzelje el, apám, uram, kalapját levéve a nagy herceg kifutott elébe a kocsia elé. Ezt tartja, mint a költői, hát mondjuk munka jutalmának, mert egyébként maga Bezsény Lajos, noha jurátus volt, és latin auktorokat olvasott latinul, de a korabeli poézis nem sokra tartotta. Tehát már Keszthelyen volnánk, és egyáltalán a Balaton fölfedezésénél. Most ugorjunk, és én úgy gondoltam, hogy a második etapja ennek a beszélgetésnek az lehetne, hogy ki az a magyar irodalomban, akinek a legtöbbet köszönhetjük abban a tekintetben, hogy a Balaton beépül a magyar gondolkodásba, a magyar glóbuszba, szellemi glóbuszba. Hát azt kell bizony mondani, hogy legalábbis nekem egy ilyen eléggé, hát talán sarkos is, de mindesetre megalapozottnak vélt véleményem van, hogy ez Eötvös Károly. Eötvös Károly a nagy művét, ugye a Utazás a Balaton körül című először két kötetes munkáját az 50-es években írja, és aztán majd 32 év múlva megírja a Balatoni utazás végét, amiben leírja azt, hogy mi volt, mi történt ugyebár a balatoni utazáson közben, azóta, és egyáltalán hogyan épül föl ez a magyar tenger. Na most ezt a könyvet nem nagyon lehet ilyen rövid idő alatt ecsetelni, vagy elemezni, de azt mindenféleképpen jelezném, hogy annyira vidámító olvasmány, és ez is egy szubjektív lábjegyzet, hogy többször kipróbáltam a család, én magam többször olvastam, ő vezetett rá, Alföldön születtem, én Gyulán születtem, tehát alföldi tájon, és ő vezetett rá igazából a Balaton ismeretére és a Balaton szeretetére, a balatoni világképnek a fontosságára, ez az Eötvös mű. Életemnek vagy 30 évvel, vagy 40 évvel ezelőtti szakaszában, és elcsodálkoztam bizony. Visszaemlékszem, a 60-as években voltunk a Balatonon, hát micsoda óriási szám volt az alföldi gyerekeknek, hogy megláthatták a magyar tengert. Egy perc, és már is adom tovább. Szívesen hallgatlak. Igen, igen. De maga a mű is így születik, és ezért tettem ezt a kerülőt, mert Eötvös Károly aztán később leírja a Balaton utazás végében, hogy
Egyszerűen volt egy olyan kiváló szerkesztő, aki őt állandóan piszkálgatta, hogy írjon, és mégpedig a Vasárnapi Újság nevű nagyszerű lapnak a szerkesztője Nagy Miklós volt az illető, és ez a Nagy Miklós már nem tudott, ugye tudjuk jól, hogy ötvös jurátus volt, mondta, hogy elviszi nyersanyagú, tehát a legyen írói anyaga, elviszi Erdélybe, Tordán született, Nagy Ferenc teológiai tanárnak volt a fia, a Nagy Miklós, és elviszi, és bemutatja neki Erdélyt. Ebből aztán nem lett semmi, hanem az lett, hogy az kiváló erdélyi tudósokat, név szerint, szám szerint négyet, Gyulai Pált, Salamon Ferencet, Szilágyi Sándort és Nagy Miklóst körbekalauzolta maga Eötvös Károly a Balaton körül, hát erről szól maga a kötet. És hát ezerféle irányban kalauzol, regge, kis magyar élet, magyar táj, a víznek az energiája, a víz szépsége, a tenger, a magyar tengernek az ideája valahol itt bukkan föl. Nem volt dramaturgiája a mi beszélgetésünknek, nem beszéltünk előre, hogy a Lajos ma hegyhéről jött, én meg itt Pesten voltam elfoglalva mindenféle dolgokkal. De mégis összecsengelnek a dolgok. Ugye a tematika közös, akkor nem mindegy beszélni. Ha már ő mondtad egy nagy ugrással Eötvös Károlyt, nekem is a kedvencem, valamikor egy veszélyi kiadványban egy egész számot én szerkeszthettem Eötvös Károlyról, nagy szívbeli örömmel, de megint Hetye, Eötvös Károly, meg mindenki összefügg mindennel. Amikor a nagy kertem van nekem ottan egy hold nagyjából, azt hiszem, lecsupasztottam teljesen, hibát követtem el, sok fát fölösesen vágtam ki, meggyőztek, hogy vírusosak, betegek, hiba volt, nem, pusztaság volt, be kell ültetni fával. Beültettem ezzel, azzal, amazzal, és kemmék a fa volt be, és akkor látta, beszélgettem ott az illetővel, és látta, hogy mifajta emberről van szó. Azt mondja, hogy igazán egy jó magyar embernek a kertjébe kell lenni egy kisnevelű szilfának, szilnek. És akkor beugrott, hogy a mivel is kezdődik a utazás a Balaton körül? Az akaratjai szilfával, amit nem ér körbe, mit tudom, három ember. Ami alatt állítólag, ugye Rákóczi fejedelem a nemzet akaratját megfogalmazván döntött ugye a háború, ugye, a labancok enni halszkindulása. Teljesen meggyőzte az illető engemet, azóta, hogy kertem a legszebb fája ez, vastagodik szélességével, körülöttem minden fát most már kivágok, a diófáknak vágom az ágait, hogy ez növögessen az ég felé. Valami óriási ajándék ez a fa. De, miért átmennénk, még egy közös pontot találnék egy korábbi költőről, akiről azért szót legalább értelmesen emlegetnünk. Ugye egy kedvenc helye Eötvös Károlynak, egy fontos támpontja utazásában, Sümeg városa. Most aki volt Sümegén, az tudja, aki nem volt, az képzelje el. Én azt gondolom, hogy a magyar városoknak talán az igazi mintavárosa ez, ahol minden megvan, ahol minden a világon megvan. A Szőlőhegytől a Püspöki palotáig, a Patikától a Sétányig, minden ott van. A vasüzletnek a tulajdonos, aki múzeum alapító volt, minden benne van, udvarházak vannak benne. No, Kisfoldi Károly életének az utolsó szakaszában ezen a helyen lakozott. Ugye legendák vannak róla, hogy a részfejű sétabotjával jön, megy föl a hegyre és jön lefele, és minden lánynak a szoknyára igyekszi bepillantani a botját emelgetvén közben. Nagy kujon volt vénségére is. Ugye, amikor meghalt, akkor a püspöknek 60-80 bivaja taposta le a havat, hogy kivinne a temetőbe. Tehát a magyar világ ilyen képekből áll össze. No, de a Kisfoldi Károly. Ugye ma már őt nem emelgetjük, senki nem olvassa, de azt tudjuk, hogy a Berzsény levelezéséből, a Kazinczy levelezésből, hogy ez egy nagyon is kardinális figurája volt a költészetnek is, nem csak akkori nemesi közéletnek. Ugye azért az inszurgens világnak, a napoleoni hadakozásoknak egy nagyon komoly megírója volt, és mindig kikelt magából, amikor ezt az utolsó nemesi fölkerést olyan fumigatíven emlegették, az egy kis Petőfi is a nagy futásokról szóló. Kossuth is, igen. Kossuth, mindenki, ugye lenézték őket, pedig azért halni volt esély, mondta Arany János, ugye a 49-ben, amikor ő is futunk, uram, futunk, mondta neki, van paraszt, amikor
gyalog, hintódak, vagy kocsot akar szerezni magának. Szóval ez a fajta nyegléskedés, ez nem volt az ínyére. Élte végig is állandóan írta memorandum féléket a nemesi harcnak az eredményeiről. A mi falunkban is, ha lehet mondanom, azért elég komolyan ott voltak a napolini hadak, sőt, nem messze tőlünk, azon a ponton, ahol a két vármegy összetalálkozik, a Dabrókai csárda környékén, majdnem megvertük Napóleonnak a seregeit kis híján, ha mi kicsit tovább tartjuk, és egyetőbb ágyunk valakot, talán ottan megállítjuk a Napóleon hadait. Mondják, a kertet csata az majdnem a javunkra dőlt el, mondja a helyi legendárium, ami persze örömmel hiszel az ember a beköltöző gyűjtmény. Ez volt a karakói csata. Karakói csata. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor bocsáss meg, csak egy percet. Mert én ezután tényleg komoly oknyomozást folytattam. Hogyan folyt ez a karakói csata? Az alaphelyzet megint Berzsenytől indult ki. Érdekes módon nem figyelt föl senki arra, hogy azt írta Berzsenyi Lajos 1809-ben a fiának, Miklára, Somogyba, hogy itt járt a francúz 30 ezer emberrel. Colbert generális 30 ezer francúzra volt itt. Fölhányták a méhesházamat, leölték a marháimat, kifizeti meg nekem. Aztán jött egy kapitány, aki adott egy interest, és lepofoszta a fosztogató katonákat. Pont. Ennyi volt az egész. Se előzménye, se utazmánya ennek a levél részletnek nem volt, és még Németh László se figyelt föl. De én, mivel hogy ott érek egy jelenleg alig 350 lakosú faluban, elképzelhetetlenek tartottam azt, hogy egyházas hetyén, akkor hetyének hívták még bezsészülőjét, 30 ezer katona megjelenjen. És a vicc az, hogy ez igaz volt. Természetesen nem a faluban, hanem az egész környéken. Arról van szó, hogy a győri csatába Napóleon kiadta az egyik Steyerországban állomásozó csapatának, egy Colbert nevű generálisnak a parancsnok, hogy vonuljon föl Győrbe, Győr alá. Ugye? És el is indultak, igen ám, de Kemenes alján az út beletorkolt egy őserdőbe, és itt megint a tájnak a szerepe, hogy nézett ki a magyar táj a 19. század elején, és akkor valóságos anabázis, ugye, ahogy Xenofon írja a nagy görög művet, ugye az anabázist, amikor kóvályognak a perzsa hadsereg, kóvály, görög hadsereg kóvályog össze-vissza, és nem nincs élelem semmi, ez történt. 30 ezer ember indult, tudták, hogy éjszakra kell menni, de eltévedtek a magyar őserdőbe, és utólag derült ki két hét múlva, hogy nem éjszakra kell venni a mai 8-as út nyomvonalán az irányt, hanem onnét keletre, ott van a Marcalnál egy átjáró, és ott történt ez a bizonyos karakói csata, amely tényleg majdnem valójában az inszurgenseknek, egy század inszurgens katona, föltartott legalább két napig egy 30 ezres hadsereget. És ennek is köze van különben az egész Sümeghez, még az egész tájhoz, mert egyéb iránt az volt az érdekessége ennek a történetnek, és ezt nem írta meg Ötvös Károly, de tényleg így volt, hogy ott volt egy malom, a Marcalnál egy átjáró, ezt tartott pápa felé. Na de ez egy 300 méteres gát oldal volt, és a gát oldal mellett a Marcalnak a kiöntései, azok őspocsarak voltak. És oda a katonák, a francia lovasság betévedt, és ott a katonák elpusztultak, mint Münchhausen báró ugye a mocsárba. És olyan köze van Sümegnek a dologhoz, hogy franciák, ottani franciák átmentek Sümeg városába, például egy orvos, aki Kisfaludit is ismerte, és az a Darnai Sümegi Múzeum igazgató, vagy alapítója, Darnai Kálmán írta le ennek a különféle összefüggéseit. Tehát legendák földje, balatoni táj, gyümölcsös kert, szél. Az egész mondjuk ötvös mű annyiféle irányba húz el, hogy alig tudunk miről beszélni, de azért valahogy itt valami rendet kell teremteni.
Én csak visszapillantok erre a szegény, ő Kisfordi Károly, Sándorra természetesen, aki tényleg a táj géniuszának egy megfogalmazója volt. Ezt nem én mondom, hanem megint Hanvas Bélát kell idéznem, aki egy nagyon furcsa dolgozatában, nagyon novellát mondtam, egy költő apológiája címmel, erről akkor 30-as évben sem emlegetett, senki által komolyan nem vett, Kisfordi Sándorról írt egy nagyon szép, furcsa fogalmazványt, azt állítva, hogy ennél az embernél, ha tartalmakat keresünk, meg költői nagyzet, tulajdonosatok, igazából majdnem a nullával egyenrangú. De ha a vers zenéjét nézzük, ha a versben kifejező élettartalmakat nézzük, akkor van egészen más a helyzet. Szóval az a végtelen melódia, az a dallamnak, az a soha véget nem érő, önmagában záródó különössége, ahol a létnek a maga bukolikus teljessége, idilli szépsége fogalmazódik meg, ezekben nagyon talmi témákban, szerelmes ügyekben, és valóban csak a természetnek a örök visszatérési, örök körforgása képezi a maga sajátos magyar szonettóját, amit ugye Kisfordi Sándor fogalmaz, talál ki, akkor mindjárt picit jobb a véleményünk róla. Tehát Kisfordi Sándor, aki tényleg egy anekdotikus alak volt, ugye valóban hát ő a régi-régi Magyarországnak egy utolsó figurája, aki azonban egy európai figura volt, hát bejárta Itáliát, Franciaország, fogságba esett a háború során, egy nagyon sármos, daliás férfiú volt, mindent kopasság ellenére, mint a himlő hát lett ilyen kopasz, de ez vörösbajszos ember, tehát nagyon makány férfiú volt, és hosszú harc után sikerült elnyerni ilyen Szegedi Rózának a kezét, aki egy eléggé makrancos férlányságba hajazó hölgyemény volt. Nyilván nem értek túlságosan jól, mert szegény Kisfordi Sándor is állandóan cikázott a Balaton fölvizet, a Badacsony környéke és Sümeg város között. Megint anekdota, de szintén ilyen szívmelegítően olyan kertvilági alajdott, hogy az utakon mindig főszedett ilyen kavicsokat, kövecskéket, hogy majd a sírkövéhez ez hozzájárulásként lerakja, ahol majd elviszi őt majd a elveszett embereket. Szóval ez is egy olyan kép, vagy képzet, ami ezt a világot, ugye, ezt a Dunántúli világot, a Lajos többször mondta ki a kert szót. Hát ha a magyar tájaknak a nagy gazdagságát nézik, persze nem a mai Magyarország beszél nyilván, hanem a Magyarországról, akkor azért ezt látjuk, hogy a Dunántúl az mindig is a kert volt. A kert volt a magyar nemzet tudatban. Ez is akkor vált nagyon erős, amikor a Trianon után ugye eltűntek mondjuk azok a helyek, ahol ilyen attraktív tájszépségek voltak. Az Erdélynek a elképesztő táj gyönyörűségei, a tenger mellék, a Tátra. Ugye a délvidéknek az a deliblátai mocsaraktól kezdve, vagy sivatagtól kezdve a bánságnak az a elmutatatlan derült és pusztulás termő fertájai. Szóval ezek eltűntek a valahova, akkor maradt ez a kert Magyarország, ami tényleg a belsőséges életnek valami bámulatos eleme. Ugye régi írót említsek, aki már szintén senkit nem olvas, a Vas Gerebennek hívják őt, szintén belevág ebbe a Kisfordi Károlyos, ilyen derűs magyar mesélős világba. Őt egyszer meghívják a szomszédunkba, azt a hegyet, a Nyőgéri hegyre. Egy papbarátja. Sótony, Nyőger. Ez egy kis dombocskán lévő hegy, de ezt nem tudtam, mert észre sem veszi, már egy domb tetején van. Én mondjam ez a barátja, hogy menjünk ki a színbe, és csukd be a szemedet. És akkor azért kinyitom az ajtót, és akkor a szín ajtát kitárva, lent van előtte egy olyan táj, ahol 40 templom tornyot lát, egy pici kis 10 méter magas hegyről. Szóval nagyon belakott vidéket. És Somogyban mehetsz napokon készül, szinte őserdő, sivatagos pusztaság van, nyavaja van. Ugye hát a szegény Berzsét idézem most az rossz kedvét. De ez a bensőséges kert Magyarország tele termő gyümölcsfákkal, kisbirtokosokkal, kisurakkal. Egyben azért volt valami fajta olyan keménység minden labanc közeléséjük ellenére, hogy meghúztál magad, azért egy berzsenyi az nem a semmiből lett az a radikálisan kemény, de azért mindig császárhű, és azért a magyar értékekre annyira akkurátusan ügyelő férfiú, mint amilyen volt. És ez Kisfordi Sándor, mert pont úgy benne van ez a fajta hazafiasság. Tehát persze lesajnálta később az ilyen szabadelvű ifjak, mint Petőfi vagy Kossuth Lajos, de azért teszem, hogy a mi szívünket megmelengeti, pláne ilyen idősödő magyarokat, akik ott elpipázgatnak az ambitusson, vagy a kódus állásaikban, hogy azért ezeknek nagyon-nagyon komoly eremeik voltak. És ez a fajta kert Magyarország világa, ez a fajta
idillikus, hogy is mondjam, csak ilyen pagonyos, szép világ, ez tovább él tényleg aztán a Kisfaldi, vagy hát a Ötvös Kár után, a Jókai Móloknál, akár még a csolnoki fívjéreknél is, mert szinte napjainkig a Dunántúlon élő, mozgó írókat, aminek a mélyén nyilván van egy nagyon erőteljes, azonosíthatatlan, pontosan beláthatatlan antik hagyomány. Az, hogy azért ez a Pannoniának volt a keleti csücske, azért ott találják meg a nagy-nagy ezüstkincs, azért ott találják a szeúzó kincs, azért az nem ok nélkül, hogy éppen a Balaton partján kerül oda, az akármilyen irányba jött, akármilyen náció kovásolta azt ki, de az is egy olyan klenódium a tényleg a Dunántúliságnak, vagy ennek a pannonitásnak, Balaton környékiségnek, ami hát elmondhatatlanul nagy érték, se tehát csoda. Aki végignézte darabról darabra, azt tudja, hogy ez olyan nemzeti kincs, amintől csak levet kalappal lehet beszélni. Hogyne, hát Csészabó Lászlónak van egy 30-as évekbeli esszéje, az a címe, hogy Pannonia kis magyarban. És hát ez gyakorlatilag ennek a kvázi bukolikának, de nem egészen az, hanem ennek a nemzeti hagyománynak egy olyan szintű élesztése volt, amelyet aztán nagyon sokan át is vesznek tőle, de hát ő is hát a korszellem szerint fúrt bele a nemzeti emlékezetbe, hiszen azért gondoljunk bele, kiket adott ugye ez a vidék, mondjuk a magyar irodalomnak. Berzsenyi mellett adta, hát ez, ő nem írhatta még Csészabó akkor, de mi büszkék vagyunk rá, ott született Kemenesalján 10-ről Valódi Vörös Sándor. Ott volt Kisfaludi, aki szinte igaza van Karcsán Kisfaludi Sándor, aki össze-vissza cikázott. Kámon volt neki, a Jeli Arborétum mellett volt Malma. Említette Karcsi a kertet. Jánosházal járt a szomszédunkba, a buzájában ott a piacra, nagyon rafinált zsidó császság volt, egy nagyon komoly zsidó telefont ott odahozta a juhára volt a buzának. No, így van, tehát ott a Jeli Arborétum mellett volt ez a bizonyos Malma. Hát egyébként Szegedi Róza a maga józanságával, akiről Ötvös leírta, Ötvös Károly leírta azt is, hogy az utolsó róla fönnmaradt írás az, hogy így hangzik nagyjából, hogy kifizettem Julcsát, Tercsinek adtam előleget. Tehát gyakorlatilag egy gazdasági napló részlettel zárja be az életét, és ő valóban ilyen szigorú merkantilista volt. Hát elég nehezen szellemű asszony volt, gazdasszony volt. Elég nehéz ezt a lángoló nagy szépséget, szerelmi szépséget visszaidéznünk beléjük, ami akkor következett be, amikor fölfedezi Kisfaldi Sándor nem csak a tájat, hanem egy olyan csodálatos dolgot, amit ugye Badacsonyi szüretnek hívunk. A Badacsonyi szüret az egy olyan fogalom, hogy azok a Pannon vagy Dunántúli költők, akik egyáltalán azóta is léteztek, ezt a dolgot valahogy beemelték az életművükbe. Hát nem csak ugye Vörös, hanem gondoljunk mondjuk olyan íróra is, most nem költőre, mint Tatai Sándor például. Badacsony tényleg egy magyar csoda világ, és ez valóban a borászatnak, a tájszépségnek valami elmutatatlan elegye. És a Tatait jól jelmetgette Lajos, hogy benne lapang a 20. század második fel irodalmi világába, ugye a mérjétegekbe, az ő balatoni, vagy a Badacsonyi háza, vagy nyaralóféle volt az? Vagy házféle, ahol az írókat írók üdülni járt az a Rákóc, vagy Rodostó. Az a Rodostó turistaház. Ahol tényleg a hátizsákjában cipelte föl lentről a vasúttól az ennivalót, a vendégeinek szolgáló élelmiszeret, egyebeket. Tehát egészen egyszer bukolik, és egyszer pedig valóban egy kínlódok, ilyen majdnem zselérhihetet élő ember volt. Én a lányát jól ismerem, hála Istennek. Igen, volt abban a házban, és onnan lenézni a Balatonra, akármilyen évszak van, vagy napszak van, az megint leírhatatlan dolog. És azt a bort, hát a Lajos ugye a nagy bor mágus, hogy olvastam valami gasztronómiai újságban róla, tehát és a borászatnak a nagymestere, jobban meg tudja fogalmazni, hogy ez a
Balatonfölvidéki bornak a számtalan fajta jellegez, mennyire inspirálhatott tényleg költészetet, egyáltalán a magyar kedélynek ezt a dunántúliasságát, hogy erősíti föl? Igen, én úgy gondolom, hogy ez benne van a magyar poézisben, a Balaton és a Balaton környékének ez az egészen unikális adottsága. Az, hogy ott van ez a magyar tenger, amelyik feledhetetlen szépségek mellett rendkívül hasznos is tud lenni. Gondoljuk el a badacsonyi szőlőknek a létezéséhez, milyen mértékben segít be a Balaton nevű tó. Tatai Sándor volt az, én azt becsülöm benne, hogy ő valóban nem csak a fogalmazványokat írt, hogy szokta Karcsi mondani az íróasztal mellett, hanem ő a valóságban is csinálta a dolgokat. Följutott a Balaton tetejére, arra a bizonyos pincéhez. Ennek az a története, megírja ezt, azt olvassák el, szívesen ajánlom ezt a könyvét. Az a címe, hogy Lyuk a tetőn. Ebben leírja az ő különféle törődéseit, gyakorlatilag egy ilyen életrajzi regényféleség, és ebben benne van mindaz, amit a Balatonról tudni lehet, és tudni kell. Persze neki könnyű volt, Vörös Sándor mondta róla a következőket, hogy könnyű Tata is annyinak. Minden dunántúli városban van neki egy nagy nénye. Úgyhogy, és ez az egész világkép, tehát ez a kisnemesi kultúrából kinővő világkép, ez hihetetlenül benne van. Ebben az egyébként szomorú és nehéz könyvben, már annyiban, mert a Tatai Sándornak a sorsa valóban nem volt egyszerű. Idillikusan indul, a háborút úgy jussza meg, hogy és ez a magyar turistasághoz kapcsolódik. Úgy jussza meg, hogy Szőcs István nevű halhatatlan magyar filmrendező akart készíteni, forgatott egy filmet, és Tatai volt az írója, soha be nem fejezték, de mindig húzták, halasztották a dolgot, és addig frontmentességet kaptak ezek az emberek. És aztán kihúzták valahogy, a háború már nagyon, nagyon ott volt a Balaton környékén, amikor persze befejezték, de közben Tatai Sándor szerelmes lett annak az asszonynak a gyönyörű lányába, bizonyos Marikába, aki ezt a rodostó turistaházat működtette. A rodostói turistaház minden összefügg. A rodostó turistaházat én magam körülbelül 3 évvel ezelőtt láttam, le van zárva, vagy le volt zárva. A badacsony tördemizi polgármestere az időközben meghalt, kiváló férfiú volt, és engem hívott nem tudom milyen okból, mint hogyha én valaki volnék, hogy segítsek neki, hogy nehogy valamilyen új gazdag megvegye ezt a évtizedek óta bezárt. A badacsonynak a legtetején van ez a rodostó székesegyház, turistaház, és az még magasabban van, mint a Tatainak a háza. Hát elképesztő, hogy mi volt. Le volt láncolva minden fene. Utolsó tulajdonosa a munkásőrség volt, és utána az állami kincstárba került, és most talán valami emlék, valahogy megmentik. 36-ban adták át, pontosabban csúsztak egy évet, 1937-ben Csolnoki Jenőig, mert a Magyar Földrajzi Társaság, mert akkor volt a nagyfejedelem halálának 200. évfordulója. Ezért kapta a rodostó nevet. Ez a turistaház. No, Tatai ott volt, és aztán ott dolgozott, amíg lehetett. 1950-ben persze megszüntették, és akkor vették ezt a bizonyos házat, kezdett építkezni, lyuk a tetőn, próbált ottan kínlódni az 50-es évek végéig még valahogy működött ez a turistaház, Tatai Sándor maga vezette, és úgy húzta föl, ebben a könyvben olvasható, úgy húzta föl a meredek sziklákon, hátán a különféle bútorokat, a mindennapi élelmet, hogy ha a vendégek odaérkeztek, el tudja őket látni. Szívbe markoló kötet, és akkor persze szegénység volt, elkezdett szőlészkedni is, és valóban odajárt a kortárs magyar irodalom, és még az olyan urbánus lelkeket is, mint Vas István volt,
Vas István is, Szántó Piroskából vettek egy parasztházat Badacsonyban. És hát rengetegen, tulajdonképpen a 60-as években azok az írók, akik azért nem voltak annyira kedveltek a magyar kultúrpolitika számára, azok ott gyülekeztek. Takács Gyula, stb. Tehát Vörös, meg egyéb Borisza népek. Csolnoki Jenőnek a neve, az ott megint minden összefügg mindennel. Ugye megyünk most már szinte, nem szándéktalanul talán, vagy az ihlet hatására, a Dél-Balatontól föl most már Füred irányába. Tehát Csolnoki Jenő. Van egy elképesztően szép, csöndes hangú novellája Csolnoki Viktornak, az ő öccsének. Aki tudjuk, milyen egy szélelbélet, kókler ember volt, súlyos alkohol, vagy bátya, ilyen világosság szemével, nagyon rosszul látott, korrektor volt egész életében, nagyon gyorsan meghalt, rengeteg alkoholból kifolyólag többek között. De a novellája az gyönyörű, egy Balaton fölvidéki estéről szól, talán Füreden játszódik, vagy talán lejjebb valahol, nem is tudom pontosan. Ülnek ilyen fiatal emberek, ilyen lampionos kocsmakertben, vagy ilyen kis szállodának a kertjében, és felbukkan egy ősz úr, lehet talán paróka van a fején, aki közéjük ül, a fiatal legények, vagy ilyen írótanoncok közé, igazatja a szélfúvatban a haját, és akkor nem iszik komolyan borzsát, ilyen vizes borocskát iszik, hát nyilván Jókai Móról van természetesen szó, aki közéjük keveredik ott, amikor a század fordulója tájékán, aki a Balaton nyilván mindent tudott, az egyik nagy Balaton felfedezője volt, hogy ezért őt se hagyjuk említetlenül, azért neki a balatoni leírása, az a téli Balatonról szóló világké, meg ahogy nézi a hegyről a rajzó halaknak a vonulását, azért nem akármilyen lapja a magyar kultúrának. De azért Csolnokiról, ha már szóba került, azért van ennek egy nagyon drámai vonulata és az egész történetnek. Ugye Csolnoki Viktor rögeszmésen írta a Balaton fővidék dolgait. Ugye a Balaton ekkor válik a magyar kultúrának, vagy a magyar gazdaságnak a tájába, amikor a hajózásba indul Széchenyivel, jön a hajógyár Füreden, satsat, angol építőművészekkel, mérnökökkel, egyebekkel, akkor válik ez a világa, akkor halki az utolsó betyár, és a szomszéd Bakony, ugye a Bakony az majdnem Komáromtól lehúzódik egészen Szlovéniáig. Hatalmas nagy erdőről beszélünk itten, nem az a mai Bakony, ahol a Hanvas, mint talán farkast is látott, mondja Hanvas Béla. Aztán mit látott, hogy farkast, azt persze senki nem tudja, de ő annak vélelmezte, hogy farkas gyepű elvarázsolt. Hát azért lehetett valami ilyesmi is. No, tehát ez a három csolnoki fiúnak a kedvenc helye az a Balatonnak, az Arácsi strand, akkor a Palóznak, ott a Fület környéki szőlővidék volt, meg is van az ifjúkori présházuk, vagy házuk, egy író barátunk majdnem megvette, ott én voltam fényképezkedni, és nézegettem, nyomozgattam a dolgok után, és van lent egy strand, az Arácsi strand, és van egy nagyon furcsa novellája Csolnoki Viktornak, ami arról szól, hogy egy nagyon kövér ember utazik onnan a Füred felül, vagy Almádiból föl Veszprémbe. De fura ember volt, és furán beszélgetnek vele ott a kalóz is, meg a többiek is, és nagyon kövér volt, és egész olyan furcsa, olyan iszamos jelleg volt ez a kövér bácsi, de mindenkivel kommunikál, mindenki ismeri őt. Hát kiderült persze, hogy egy halott ember, akit a testvére fújtott bele a Balatonba annak idején, a Füred környékén, és megy a saját boncolására, a Veszprémi kórházba. Ez önmagában is eléggé századfordulós dolgozat, a novella, ami hát eléggé morbid dolog, de igazából nem is ez a poén, hanem a poén az, hogy az Arácsi strandon fog meghalni Hajnóci Péter. Ugyanígy felfúvódva, majdnem olyan állapotban, hogy ez a halott, ez a kövér ember a Csolnoki novellában ugyanúgy nincs, uram, bocsánat, hogy ezt mondom, de nincs ott kapacitása a hűtésnek. Egy ember, aki úszóbajnok volt fiatal korában, aki az alkoholtól, az életétől, hát olyan beteg lett, hogy ez elmutatatlan, meghalt 41-2 éves korában, és a 50 kilós fiatal emberből ez egy 140 kilós valamilyen monstrum, aki az első influenzától tényleg meghal, hiába próbál a felesége, bocsánat, morbiditásért, ilyen szódás üvegnek a csövével próbálni valamit a lézésén segíteni, nem meghal és eltűnik. És még egy jelen, ha már Csolnoki Jenőről beszélünk. Ő volt a három csolnoki közül a józan ember. Ha nézzük a régi
pesti ilyen lakcímkönyveket, lakcímjelentőket, mindig látszik az, hogy a két svihákap, tehát a László meg a Viktor, mindig a Jenő középpől megy lakni, albérlőbként. De mindig vacak helyekre. A Jenő az ilyen, hát ugye tudós volt, akadémikus volt, bejárt a világot, megírt minden nagykönyvet, amit tapasztalt a nagyvilágban. Többek között a Balatonról is írt egy gyönyörű könyvet. Így van, pontosan. És a be is fejezem aztán ezt a szálat, egy nagyon-nagyon sötét pillanattal, amikor egyszer elmentem, csak bókláztam ott a Füred környékén, hogy keresgéltem azt a házat, ahol, ami vélhetőleg, vagy amire ráfogásként a Timár Mihálynak a háza volt, ahonnan az éjszakába kiszáguldanak, ugye ez Krisztián Tódorral, és aztán kiesik be a Balatonba, de a hullak szerint az, ugye hát a Tódor, vagy a Tima ruhájában, Krisztián Tódor, ugye, akit ott kivett a víz. Igen ám, és a házat megtaláltuk, persze megvan ennek a kultusza. Az elmentük a temetőbe is, a füredi temetőbe. Ott volt például Pasut Lászlónak a sírja. Hát ez rendben is van, hát Pasut László. De volt ott egy nagyon sok ilyen piros csillagos szovjet katonai emlék, mi szépen kipucolva, ez volt talán 15 évvel ezelőtt. De volt egy másik sír, egy kicsike sír, teljesen befutotta már a zöld, nagyon szépen ilyen, de ilyen kis bucka lett volna, egy ilyen kunhalom, csak izéből ilyen futó valamiből. Ebben a Csolnoki Jenőnek a felesége feküdt, aki nála egy 30-40 éve fiatalabb tanítványa volt, akit az oroszok, ugye a háború végetájékán, amikor oda kerültek, elképesztő módon megerőszakoltak, kitömték szegényt ilyen olajos, benzines rongyokkal, és meggyújtották. És ebbe halt bele. Tehát ez az idillikus világ, amely Csolnokiaknak a századfordulós, bukolikus szépségével indul, egy ilyen poénnal, bocsánat, ezt mondom, zárul re, az idős, öreg akadémikusnak a fiatal kis felesége így zárja ezt a balatoni utazását ennek a familiának. Bocsánat, hogy ezt elhoztam, de lássuk azt is meg, hogy a Tatai ügyben is lehetett volna ezt mondani, hogy aki látta a hida, vagy nem a sziklán, a Háza sziklán, abban ez a Balacsony nem az idillnek a világa volt, hanem a nyomorúságnak, a szegénységnek, a zselér alatti világnak, a kíméletlen háborútániságnak a sötétsége is benne volt. Szóval ez a szépség mögött mindig ott lappangnak ezek a furcsa morbiditások, alvilági események és pillanatok. Nem csak a morbiditás, hanem maga a valóság. Tehát ez a Badacsony történelmi polgármester, akiről említettem az előbb néhány mondatot, ő neki hatalmas nagy Herceg Ferenc gyűjteménye van, mert ugye hát Herceg Ferenc is balatoníró, aki rá megint csak zárójel, de azt tudni kell, hogy a Badacsony hegye is arra a sorsa jutott volna, mint oly sok dunántúli tanúhegy társa. Például a mi szomszédságunkban lévő Sákhegy, amit gyakorlatilag a magyar természetvédelem legnagyobb szégyenére a fentről, a tetejéről elkezdtek bontani, de megkezdték az összes többi csobáncot, mindegyiket, amit csak tudtak, de a Badacsonyt is. És azt írja Herceg Ferenc különben, hogy ő annak köszönheti, hogy balatoni író lett, vagy Balaton környék író lett, hogy autóval ment a római úton, és defektet kapott Tomajba. És Badacsony Tomajba, és amíg ottan neki ezt akkoriban ugye megjavították, addig nézte a tájat, és elámult azon, hogy milyen tája van Magyarországnak, és rögtön vett egy pincét, és ott is lakott, ott borászkodott, stb. Tehát ez rendkívül fontos, visszatérve egy mondat erejéig Csolnoki Jenőnek, ez a nagyszerű, kiváló földrajz professzor volt, Lóczi Lajosnak volt ő a tanítványa, és hát a mai földrajztudományi egyik valóban nagyja maga Csolnoki Jenő, megjelent, de csak egyetlen egy helyen, a Vár utca című veszprémi kiadványba az önéletrajza,
ahol ezt leírja, ezt a történetet, amit a Karcsi említett, tehát hogy mi történt valójában, és hogy történt. Megrázó, drámai, nagyszerű olvasmány, és pontosan benne van a balatoniság, és a poézise, a bukorikája, hogy mondom, és a rút valósága. És befejezve most ezt a gondolatot, csak egy mondat még, hogy a Badassony Tördemiszi polgármesternek, nem csak Herceg Ferenc gyűjtemény, hanem kiváló képeslap és mindenféle fajta gyűjteménye van, és hát nekem a legszebb mindent überelt vitorláshajó légifelvétel a Balatonról, Badacsony környékére, minden van. 1910-től színezett lapokon minden, de van egy kép, ami a következő van. A római utat ábrázolja, persze ők csak azért készítették, mert rá volt írva, hogy a római út. És a római úton jön velünk szembe, tehát a masinával szembe érkezik körülbelül 6-7 ilyen fiatal paraszt menyecske, vállukon kapa és mezítláb baktatnak jönnek a kép felé a római úton. Tehát ez volt a valóság. Tehát a nehéz fizikai munka, a csodálatos kéknyelű, és a borokról nem beszéltünk egy szót sem, de nem tudom, hogy lehet még ilyesmit, mert akkor lehetne. Tehát ez egyszerre benne van az írói munkákban. De nem beszéltünk I.S. Gyuláról, nem beszéltünk Németh Lászlóról, Sajkodról, Déri Tiborról, tehát mindazokról, akik felfedezik, és most már hivatásszerűen lakják, és műhelyként használják a Balatont, vagy aziliumként. I.S. Gyula ott éli az 50-es éveket át lényegében. És a Déri Tibornak a nevét mondtam, egyik legszebb magyar emlékirat típus vagy forma, hogy az öregnek volt egy nagyon szépen a Balatonra néző kertje, őt fönn aztán később Kodálynak a felesége vette meg, és azon a kertről nézve a Balatonra, és akkor az az emléketnek a fikció, hogy onnan kell neki az ő halottai a vízből, akiket ismert, a József Attilától kezdve, Karintinok a felesége, Füst Milán, többé. Ez egy ilyen haláltánc, ami a magyar irodalom eléggé ritka műfaj, ez öregnek az Ítélet nincs című öregnek, bocsánat, ezt mondom, Dél Tibornak ebben a nagyon-nagyon szépen az öregkornak mindent megbocsátó, és az igazából saját magára vállaló, mindenből magára vállaló metodusában nagyon szépen kerekedik ki ez a Balaton mitológia. Félig morbid, félig haláltánc, ugyanakkor hát végül is az örök ringást, öröki mozgást is ábrázoló valóságában. Ez egy nagyon-nagyon felemelő irat, de valami Lajos mondja, számtalan embernek a napjainkig tartóan. És úgy néz ki, hogy a Balaton fölvidék, Balaton világa is, tényleg a Füred és a Füreden túl akár, ha nézzük, Fűzfő és a többi fertály is, hát egyre almádi, gyönyörűen fejlődő valami. Ott is nemrégiben oda telepedett egy alföld illetőségű Arad vármegyei barátunk, Arad Békés és a Csanád vármegyei Sarusi Mihály nevű barátunk, aki szinte terjeszkedik ott Almádiban a novelláival, regényeivel, emlékezeteivel, eljön belakja ezt a fertát, és ő is egyik olyan író lesz nem sokára, ennek a balatoniságnak, ennek a Kert-Magyarországnak a csodálatosságába. Hát beleszeret, és ezt tovább is tudja adni az olvasóknak. Nagyon, nagyon szép, akár végszó is lehet, de hadd tegyek hozzá egy mondatot, de nem végszó gyaránt, hanem azért, mert terjeszkedésről van szó. Van egy kiváló badacsonyi borász barátom, Laposa Józsefnek hívják, aki tájépítész, és hát ilyen megrögzött természetvédő, és pontosan kb. Egy hónapja dolgoztam, próbáltam segíteni neki elhelyezni, megírni, megfogalmazni egy olyan szöveget, ami hát egészen riasztó jelenségekre hívja fel a figyelmet. Arról van szó, hogy a terjeszkedésről, hogy ugye a magyar szőlők ugye kifogynak. Tehát egyszerűen a badacsonyi szőlőhegyeket, vagy badacsony környék, Balaton felvidéki szőlőhegyeket nem lehet nagyobbá tenni, mert folyamatosan zajlik a különféle indokkal a beépítés, és gyakorlatilag mondjuk
a veszprémi püspöknek, ugye Ranolder Jánosnak a pincéjét Jásdi István borász mentette meg az enyészettől, de ő sem tud egy négyzetcentiméter sem haladni, mert nincsen csopakon, már nincsen hely. Most kiderült az a lapos anyagából, hogy, és ez valóság, hogy úgy képzeljék el, hogy most már nem a vízre néző rész, hanem ez a Nivegy völgye, tehát ez a Balaton felvidéknek ez a hátsó fejtája, Káli medence, stb. Ott szőlőhegyeket mérnek ki jelenleg, és egy hektár földterületet, ami megszűnt a szőlőművelés, egy hektárnak a vételára körülbelül 30-tól 80 millió forintig terjed. Tehát telekspekulációk folynak, stb. Tehát az írók úgy látszik, hogy az íróknak mindig akad feladatuk. Különben Herczeg Ferenc volt az, aki nemzetközi manifestumokat írt, hogy fejezzék be a Badacsonynak a lebányászását, és meg is történt a 30-as években. Tehát ugye erről írt, hasonló módon ír a balatoni létezéséről, tihanyi létezéséről, Iés Gyula, aztán Borsos Miklós, akinek a felesége kiváló, gyönyörű kertet, kertművész volt valójában. Nézzék meg a feleségének, Kéri, nem is tudom hirtelen a keresztnevét, Kéri valaminek a könyvét, aki megírta ezt a gyönyörű kertművészetet, kertet szobrokkal, a világ csodája, a világ egyik csodája volt ez. Tehát van feladat, van, nem fejeződik be a Balaton története sem a valóságban, sem a poézisben. Erre az esetre azt választottam önöknek, hogy a könyvtár gyűjteményéből néhány lapot mutatok be, és egy kicsit a cím az félrevezető, mert nem képes lapokról van szó, amiről ugye a beszélgetés során is hallhattunk, hanem néhány folyóiratról, szépirodalmi, illetve egyéb lapról. És rögtön a legelső, amelyet szeretnék bemutatni, ez az első időszaki kiadvány, amelyik, ahogy a szakirodalom írja, a Balatonvidék érdekeit szolgálta. Ez 1861. júniusától jelent meg 3 esztendőn keresztül. Györök György ügyvéd és tanár szerkesztette, és ahogy lehet látni, Balatonfüredi napló címmel rögtön a címlapján is Balatonfüredet ábrázolja, a kisfaludi gőzöst, illetve kisfaludi babérkoszorús portréját. A beköszöntő 2 évvel a következő évben tulajdonképpen egy köszönet a lelkes hazafiak és honleányok részére, akik lehetővé tették a lapnak a működését. Ez egy szépirodalmi, erős szépirodalmi indítatás vagy irányultságú lap. Néhány sort szeretnék idézni ebből a beköszöntőből. Lapunk, mint az irodalomnak egyik szerény tényezője, Balatonfüred érdekeinek lesz szentelve, múltjának történetét szellőztetni, jelenének minden életmozzanatát éber figyelemmel s hazafiúi féltékenységgel fogja kísérni, és tökéletesen megfelelend céljának, ha ezúttal jövője díszes épületéhez, habár csak egy porszemnyével is járulhatott. Nagyon sok lapról szeretnék röviden szólni, tehát csak pár gondolatot erről a 3 évfolyamról, mi minden találhatott benne az érdeklődő. Verseket, tárcákat, történeti beszélyeket, szakcikkeket, Balatonvidék történetéről, földrajzáról, különböző társasági híreket, talányokat, vagyis rejtélyeket, rejtvényeket, időjárásról is természetesen információkat, illetve a hévmérsékletről, vagyis a levegő és a víz hőmérsékletéről, a közlekedési híreket, szerkesztői üzeneteket, illetve a vendégek, fürdő vendégek névsorát. És talán már a válogatásból is látnak néhány ismerős nevet, a legutolsóra gondolok, de a időpont megjelölés nélkül még néhány, főleg foglalkozás nevet választottam, hogy ki mindenkit, mert ezt az évek során továbbra is felsorolták, ki mindenki látogatta Füredet. Volt ott birtokos nő 2 leányával és szobalányával, polgármester a leányával, kereskedőnek a fia, földművelő és a neje, alispán, főszolgabíró, főjegyző, plébános, magányzó, szabómester, rabbiné a fiával, vendéglősné, kereskedőnő a kisasszonyával,
orvostudor cukrásznő az unokájával, számtartóné rögtön utána egy herceg, urodalmi tisztné, képviselő, ügyvéd, orvosnövendék. Tehát össze-vissza írtam ki természetesen, de már ebből is lehet látni, hogy nagyon sokszínű volt Füred közönsége. Érdekes egyébként, és ezt is majd lehet látni a választott kitett folyóiraton, hogy a főszerkesztő, Györök György, kölcsönkönyvtárat is szeretett volna a fürdővendégek rendelkezésére bocsátani, mert úgy gondolta, hogy egyfelől az irodalmat így szeretné népszerűsíteni, másfelől pedig igényes szórakozást kínálni a fürdővendégeknek. Mindezt a saját szerkesztőségi irodájában szerette volna megindítani. A következő lap, amelyikről itt most csak címlapokból vágtam ki részleteket, csak megemlíteném a Balaton-Tapolca, Sümeg és Balatonfüred vidékeinek helyi érdekű hetilapját. Ezt egy királyi közjegyző segéd alapította, ez 2 évig működött. A cél abban fogalmazza meg, hogy szerény munkálkodásunk által hatást gyakorolva olvasóközönségünkre, vidékünk népességének jólétét előmozdítsuk. Itt sokkal több közgazdasági jellegű cikk van, és a szőlészetről és a borászatról is fontos írások. Írnak tisztújításról, de itt is írnak szépirodalmi jellegű írásokat is. Számtalan apróbb közlönyt megjelent, illetve meg nem jelent folyóiratot lehetne mondani. Az egyik volt kollégánk, illetve jelenlegi kollégánk állított össze egy nagyszerű bibliográfiát a Kikötőben maradt hajók címmel a meg nem jelent lapokról. Tehát ott is találunk olyan balatoni lapot, amelynek az indítási szándékáról lehet tudni, de aztán végül nem indult el. Néhány szó, beköszöntőkből szeretnék röviden idézni, csak hogy milyen célkitűzéseket tartottak fontosnak azok, akik balatoni lapot szerettek volna indítani. 1893, az előző az 1883-ból volt, és bocsánat, természetesen 1893-ból lesz a következő. Balaton társadalmi és közművelődési közlöny. Idézem a szerkesztőséget. Hogy a külső világ bédekkeres turistái sem igen ismerték a Balatont, azon nincs mit csodálkoznunk. Hiszen még mindig sziklafalat épít a nyugati civilizáció Magyarország határaira. De ahhoz még sovinisztának sem kell lennünk, hogy a magunkét jobban megbecsüljük, mint a külföld sokszor imitált drágaságait, divat csinálta előkelő fürdőit. A nyomtatott betű hatalmas erejével akarjuk mi is a magyar tengervidék érdekeit szolgálni. A Balaton címében benn van a programja is. A balatoni részek köz- és társas életének, fürdővilágának akar a független, bátor szószólója lenni, a Dunántúl legszebb darab részének a hű tükre, igazmondó lapja. És még folytathatnám, de tudom, hogy kevés az időm, viszont szeretnék még mindenképpen 2 lapról beszélni. Az egyik a Balatonfüred, ami bal alsó sarokban látható, 1902-ben indult. Itt is néhányat a címekből, a célokból szeretnék fölolvasni. Jellemző, hogy nagyon sokszor idénylapokat alapítottak, vagy pedig olyan lapot, ami a fürdőidény idején többször jelent meg, mint egyébként. Mi a célunk, kérdezik. Fürdői közön szórakoztató társadalmi idénylap legyen. Híven fogja szolgálni Balatonfüred és fürdő vendégei érdekeit, szabad és független, és az is akar maradni. Igazságos és tárgyilagos bírálatot gyakorol minden felett, de nem bánt senkit. Méltányolni és elismerni fog minden jót, minden szépet, de ennek ellenkezőjére nem teríti az álszemérem bőköpönyegét. Nem ígér sokat, mert aki sokat markol, keveset fog, hanem csak annyit, hogy hű krónikása lesz a hétnek, s hű tükörképét nyújtja a nyüzsgő fürdő életnek. Ígéri, hogy be fog számolni mindenről, és a hölgyvilág igényeit is kielégíti azzal, hogy a különböző táncmulatságokról, bálokról, hangversenyekről hírt ad. Ígér egy tisztes, szépirodalmi rovatot, könnyed modorban írt orvosi cikkeket is. És milyen hírekről, milyen társasági eseményekről ír? Galamblövészetről, tánctanfolyamról, borkostolóról, sakktornáról. És rögtön az első számban 2 vendégszereplésről van szó, és ezt szeretném megosztani önökkel. Boskó és társulatához tartozó Eszmeralda nővérekről fog szólni. Az első, működésükről, illetőleg mutatványaikról nagyon keveset írhatunk.
A műsornak csak egy pontja volt érdekes, tudniillik az Esmeralda nővérek egyikének gondolatolvasása. A másik előadást 22-én vasárnap tartotta Morelli bűvészmester, imitátor és hasbeszélő. Társaságában vannak egy gyors rajzoló, aki pár pillanat alatt színes krétával nagyon szép képeket rajzol egy erre a célra felállított táblára, továbbá egy tilinkó művész, aki ezen a primitív hangszeren a legnehezebb darabokat is kitűnően játszotta el. És most gyorsan, nagyon gyorsan, akkor a balatonkenesi hírlapot nem mondom el. Az 1913-ban indult, és 14-ben megváltozott címmel folytatta. Igazából egy szóban megfogalmazható, hogy mit szeretett volna elérni, azt, hogy Kenese és a Balatonpart haladjon, fejlődjön, és azzá legyen, amivé tenni szeretnénk, amivé lennie kell, az Éden kapuja. És akkor befejezésül ez az a folyóirat, ami tulajdonképpen egy hivatalos értesítő, amelyről egy picit többet szeretnék beszélni, de nagyon gyorsan. Felelős szerkesztőjét látják, aki a Balatoni Szövetségnek a titkára volt, egyben országgyűlési képviselő, ügyvezető elnöke volt, és a szerkesztő, akinél nincsen kép, Cséplő Ernő volt a szövetség titkára. Ezt a Balatoni Szövetség megalakulásának a negyedik évében indították ezt az értesítőt, ez több évtizedig állt fent, de én csak az első 4 évtizedből válogattam önöknek néhány képet, ez ugyanis egy illusztrált folyóirat volt, és ezért is választottam. Mindenféle fotót, képet, alaprajzot, tervrajzot tartalmaz, és mindenféléről ír, településeket mutat be, csatornázásról, építkezésekről, a Balaton körüli útról, út kialakításáról, a vasútépítésről, körtelefon, Balaton környéki telefon kiépítéséről, az egészséges és színvonalas élelmezésről, háziipar fejlesztéséről, különböző vásárokról, kirándulásokról, hírekről, eseményekről és tagfelvételekről is hírt ad. És nagyon gyorsan végigpörgetnék néhány képet, hogy lássák, hogy ebből az első 4 évben, 1908 és 1911 között milyen témák szerepelnek. Ugye itt lehet látni, igyekeztem úgy válogatni a képeket, hogy lehessen látni, hogy nagyon sok településről közölnek képeket és mutatják be. Ez Balatonföldbárról, remélem, hogy el lehet olvasni az aláírásokat is, nyaraló klubház, egy szálló képét lehet látni. Ez rendkívül érdekes, elnézést, egy kicsit csálira sikerült a fénykép, ez természetesen az eredetiben jól van. A szövetség egyik célja, hogy kényelmes, ízléses, a polgári igényeknek megfelelő, mégis jutányos otthon szerezhessenek maguknak a nyaralók, ezért ehhez néhány szempontot tanácsol. Nem kell nagyon vastag falakat építeni, könnyű szerkezet legyen, gazdaságos térkihasználat, elsősorban a verandára fektetik a hangsúlyt, stb. És ehhez 2-3, illetve a 4 szobás villát azt nem másoltam most ide önöknek. Ugye az építkezésekről is betesznek elég sok képet, én össze-vissza válogattam. A Badacsonyi kavicsszállítóról lehet látni, az Akaratjai alagút építéséről, vagy áttöréséről, egy balatoni kotróhajót mutat ez az utolsó fénykép, de a helyi életről is mindenfélét bemutatnak. Jobbra a faluszemesi Julka, 3,5 éves tenyészbikáról láthatnak egy képet, hiszen szó volt róla, hogy az egészséges étkezés és a minél igényesebb étkezést is fontosnak tartják. Néhány kép a különböző vásárokról, jótékony célú és egyéb kiállításokról, véletlenül pont a csárda és a borkostoló került itt is a képekre. Ugye kirándulásokról is volt szó, értelemszerűen nagyon sok hajókirándulásról, de egyebekről is, például egy tihanyi forrás, Keszthelyen a sétamóló, az is egy elfoglaltság volt, jobbra lent pedig egy siófoki úszóversenyről tájékoztatnak. És már csak néhány kép van. Hévízi csónakázás. Ugye a másik kép az valószínűtlen, hogy a helyszínen készült volna, ez egy fénykép, ahova oda másolták, vagy oda helyezték a 4 hölgynek a fotóját. Ezt nagyon szeretem, Almádiban napfürdő, illetve légfényfürdőzőkről láthattak képet az érdeklődők.
természetesen különböző egészségügyi, illetve szanatóriumokról is, egészségügyi vonatkozású cikkekről is találhattak, vagy cikkeket is találhattak az érdeklődők. Egy-két kép, aki a napfürdőben is részt vett, az úgy járhatott, mint a szepezdi fürdővendég, a képnek a címe egy megbardult fürdővendég, és egy feltehetőleg egy olvasó küldte be. És hogy nem csak nyári, hanem téli szórakozásra is volt lehetőség, arról ezek a képek tanúskodnak, és tulajdonképpen itt lenne vége ennek a nagyon-nagyon rövid ismertetésnek. Egyetlen egy meglepet, vagy hát bónuszt, ha már bónusz estünk is volt, szeretnék még önöknek átnyújtani, bemutatva azt, hogy nem csak a hírlaptárunkban van érdekes Balaton vonatkozású dokumentumunk, hanem a kisnyomtatványtárban is, plakát és kisnyomtatványtárban, úgyhogy két meghívót, táncvigalom meghívót hoztam ide önöknek a végére. És ezzel az én rövid kis bemutatom véget ér. Utolsó tisztem az az, hogy mindjárt megkérem Darvas Ferencet, hogy fáradjon a zongorához. Előtte néhány szóval szeretném bemutatni, hogy mit fognak látni. Jókai Mór Aranyemberéből című készült némafilmből válogattunk önöknek 20 percnyit, ez egy körülbelül egy órás film. Itt külön köszönet a Magyar Nemzeti Filmarchívumnak, hogy ezt lehetővé tette. Mivel ezt nem fogják látni, nagyon gyorsan elmondom, a forgatókönyvet Vajda László írta, a rendező Korda Sándor, ugye 1918-ban készült a némafilm. Szereplők: Timár Mihály, Beregi Oszkár, Ali Csorbadzsi, Szőregi Gyula, Tíme, a Makai Margit, Noémi, Lenkefi Ica, Krisztián Tódor, Rajnai Gábor és Kadisa kapitány, Vándori Gusztáv. Eredetileg azért gondoltam erre, mert ugye az Aranyember több szálon köthető a Balatonhoz. Azt gondoltam, hogy ugye az egyik jelenet, amiről szó is volt, Krisztián Tódor, tehát hogy a végkifejlett Krisztián Tódor halála az a Balatonhoz köthető. Igen ám, de amint az egyik bónusz előadásban is hallhatták, ugye van irodalom és van a filmes adaptáció, úgyhogy ezt majd észre fogják venni a filmen, hogy ezt nem tudom önöknek bemutatni, tehát ez a vonatkozása, ez egy kicsit módosul. Ez a film készítők szabadsága, úgyhogy Krisztián Tódor nem a Balatonban fog meghalni. Most elmondtam. Viszont van két másik vonatkozása, ami miatt talán nem baj, hogy ide került a film. Egyrészt ugye Füreden írta Jókai, másrészt pedig maga az ötlet is a Balatonhoz kötődik. És ígérem, hogy nem élek vissza a türelmükkel, de az utóhangból néhány mondatot szeretnék felolvasni. Én is kaptam tőle, Szűcs Lajosnétól valamit, ennek a regénynek az alapeszméjét. Egy délután összehozott vele a véletlen. Együtt utaztunk át a kisfaludi Gőzösön, Balatonfürettől Siófokig. A fele útban kegyetlen nagy vihar fogta elő a hajót, a veszedelmes bakonyszele egyszerre háborgó tengert alakított a kedves tóbul. Az utazók férfi, a nője mind tengeri betegséget kapott, s menekült a kabinokba. Csak mi ketten, nagynéném és én maradtunk a födélzeten, föl sem véve az egész hajótáncoltató zivatart. És aztán odaültetett maga mellé, és az alatt, amíg a hullám dobálta a hajót, hogy annak az egyik lapátkereke folyvást a levegőben kalimpált, elregélte nekem azt a történetet, ami az Aranyember regényemnek a végét képezi. Innen most nem folytatom, hogy egy kis időt nyerjünk. Már csak azt mondom, hogy Jókait idézve, majd az utolsó mondatot, ennyit jónak láttam elmondani. Úgyhogy ezzel szeretném megkérni, hogy fáradjon.
Thank you.